Akusztikus koncerten nyitották meg azt a fotókiállítást Tolnán, ahol négy fiatal amatőr fotós képeit nézhetik meg az érdeklődők. A négy fotós előző évben egy virtuális tárlat alkalmával már megcsillogtathatta tehetségét. Tavaly volt egy olyan felhívásunk, illetve egy sorozatunk, hogy virtuális galéria, és ebben a sorozatban kerestük a fiatal művészeket. A vírus ideje alatt, amíg nem tudtunk tartani élőben kiállításokat, és ennek keretében bukkant fel ez a négy fotós is, ők a virtuális galériában jelentkeztek először képekkel, és már akkor felfigyeltünk rájuk itt az intézménynél, hogy igen, tehetséges fiatalokról van szó, és úgy gondoltuk most decemberben, hogy ezt a négy fiatalt ezt összerakjuk egy kiállítás erejéig, és mivel a közös pont az ő munkásságukban a portréfotózás, így azt találtuk ki, hogy egy portréfotó kiállítást hozunk létre, aminek aztán Arculatok lett a címe. Csongrádi Dávid körülbelül másfél éve kezdett el fotózni, autodidakta módon sajátította el a fényképezés csinyát-bínyát. Képei témáit tekintve változatosak, szereti lencsevégre kapni a természetet, az erdő és a vízpart állatvilágát, de az asztrofotók és az utóbbi időben portréfotók készítésében is örömét leli. Erre a kiállításra egy ismerősre hívta fel a figyelmét, ő buzdította arra, hogy mutassa meg képeit közönség előtt is. Volt egy pályázat, az ember és a természet kapcsolata. Ezt tavaly évben sikerült egy második helyzetet velem kategóriába elnyernem, szintén csak ilyen hobbi képekkel. Ismerem a Jácintot, az apukáját régóta ismerem, és meghallott, hogy fotózok. Kért egy pár képet, és kiállította. Ebből lett egy oklevél, és akkor ez a kiállítás is gyakorlatilag úgy jött, hogy ha már egyszer, és tudja, hogy úgy is megyek, és úgy is mindig van pár kép, meg azért időközben neki feltettem pár kérdést, segített akkor már Photoshopba egy-két ötletet adott, és akkor mondta, hogy küldjek már egy pár képet. Letenyei Eszter szintén portréfotókkal képviseltette magát a kiállításon. A 19 éves lányt elsősorban a boldog pillanatok megörökítése hajtja. Ez az első kiállítása, ahol szélesebb körben is megmutathatja elkészített képeit. Fotózni már igazából azóta fotózok, amióta van érintőképernyős telefonom, akkor kezdtem el fotókat készíteni a barátaimról, vagy így tájakról, ahova mentem éppen. Leginkább vagy a képeken is látszik, inkább portréről, vagy portré emberekről szoktam fotókat készíteni, mert ez áll hozzám legközelebb inkább. Volt, hogy kipróbáltam magam ételfotózásban, tájképfotózásban, illetve esküvőket is szoktam vállalni, de az esküvő mellett ez áll hozzám legközelebb, szóval szerintem maradok ennél. Két másik amatőr fotográfus alkotásait is megnézhetik az érdeklődők. Domokos Gábor legtöbbször lencsevégre kapott témáinak a székely néptánc és a népzenei rendezvények számítanak. Bevallása szerint személyes kötődések fűzik ehhez a közeghez és kultúrához. 2014-ben vásárolta meg első tükörreflexes fényképezőgépét, és azóta hobbiának tekinti a fotózást. Horváth Máté 22 éves ugyan, de már 6 éve űzi hobbiként a fényképezést. Azóta kedvenc műfajává a portréfotózás vált, de mivel szeret kirándulni, előszeretettel örökíti meg a természet szépségeit. A fotózáson kívül egy másik művészeti ágban is jeleskedik. Agyaggal és annak megformázásával tavaly kezdett el foglalkozni, a kiállításra fazekas alkotásait is elhozta. A kiállítás 2022. január 7-ig lehet megtekinteni Tolnán a Magházban.